Már április 11-én kihelyezték a kordonokat Nyíregyházán a Szarvas utca páros oldalára. A Kereszt utca és az Arany János utcai körforgalom közötti szakaszon ezzel lezárták a parkolókat, hiszen elkezdődtek az útfelújítási munkák. Elsőként itt szedi fel a feltört betont a markoló, de hamarosan az útburkolat következik. Nem csak a kátyúk jelzik a kritikus pontokat, hanem a felfestett jelölések is. A közel 250 millió forintos fejlesztés a terület és település fejlesztési operatív program, gazdaságfejlesztés és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedés fejlesztési projektjéből valósul meg. Akár csak a Széchenyi utca felújítása. Április 11-én itt is lezárták a Besenyei tér és a Szabolcs utca közötti parkolókat mindkét oldalon. Már itt is javában dolgoznak a szakemberek, kihelyezett táblák figyelmeztetik az autósokat a sebesség és forgalom korlátozásokra. A Szarvas utca ez egy 570 méter hosszú útszakasz, a Széchenyi utca pedig egy 780 méter hosszú útszakaszról beszélünk, és gyakorlatilag teljesen fel fog újulni az útburkolat. A Szarvas utca esetében nagyon sok zöld felületű parkoló van, vagy a gyeplácsos parkoló van, most ezzel kezdte a kivitelező, ezeket bontja, illetve maga a szegélyeknek a bontásával kezdi. Tehát a végeredményben egy teljesen folytott útburkolatot, teljesen folytott parkolókat, leállósávot fogunk a két útnál találni, illetve ami nagyon fontos még, az egyik utcán 4, a másikon a Szarvasnál 2 darab új buszöböl is épül, mert jelen pillanatban az úton állnak meg a autóbuszok, amikor közlekednek itt. Úgyhogy az is nagyon fontos lesz, hogy itt már öbölbe tudnak, sokkal normálisabban fog tudni menni a forgalom. Tehát ez is egy jelentős változás lesz a területen, illetve mindkét utcán lesz egy úgynevezett okoszebra is. Nem csak ez a két utca van kritikus állapotban. Ezeken a korábbi felvételeken jól látszik, hogy a Szent István utcára is ráfér a felújítás. Az elmúlt évek foltozgatásai után április 12-től ezt a szakaszt is lezárták. Az András utcai kereszteződés és a Nádor utcai körforgalom közötti szakaszon kizárólag célforgalom esetén az ott lakók és dolgozók számára biztosította ki és behajtás. A Béla utcától egészen a körútig fog átépülni az út. Ott is gyakorlatilag erről lehet beszélni, hogy át fog épülni a burkolat, szegélyköveket átépítjük, ott is lesz okoszebra, illetve hát a burkolat maga, az a úgynevezett kis, nem is tudom mennyire szabványosnak nevezhető, régi rendszer szerint szabványosnak nevezhető körforgalom is annyira átépítésre kerül, hogy normálisan lehessen rajta közlekedni, illetve mondom alapvetően a szegélyezés, burkolatok, illetve a parkolók, ahol ott azon területen is vannak parkolók, azok fognak megújulni. Ezt a lezárt útszakaszt a Bocskai utcán lehet elkerülni. A járdákon a gyalogos közlekedés továbbra is biztosított. A tervek szerint októberben átadják a három felújított útszakaszt a városlakóknak, és újra korlátozások nélkül közlekedhetnek majd.